A Berzsenyi Dániel főiskolán 1999-ben idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzéssel indult az oktatás a gazdasági tanszéken. A következő évektől a gazdálkodási, majd a nemzetközi kommunikáció szakot is meghirdették. Jelenleg az ELTE Társadalomtudományi Karának szervezeti keretében működik a Szavárjak Gazdálkodás Tudományi Tanszék, gazdálkodási és menedzsment, valamint kereskedelem és marketing alapszakkal. A hallgatói létszámok azt mutatják, hogy növekszik az itteni képzés iránti érdeklődés. Ez megerősíti azt, hogy nyilvánvalóan piacképes képzést kínálunk. Ez a Budapesten folyó képzéseinkre is jellemző, hiszen a társadalom aktuális kérdéseivel, folyamataival, gazdasági tendenciájával foglalkozó képzéseket kapnak a hallgatók. Ősztől a turizmus vendéglátás alapszakkal bővül a képzési kínálat, továbbá elkezdődött mesterképzés akkreditálása is. Küszöbön áll a duális képzés bevezetése a turizmus és a gazdálkodás szakokon, illetve a pénzügy számvitel szak indítása is. A közgazdászképzés 20 éve alatt rendkívül nagy szerepet játszott Szombathely és Vasmegye gazdaságának fejlődésében. Közel 1500 diplomát adtunk ki. Az ünnepségen Eötvös Loránd emlékérmet kaptak a tanszék korábbi tanárai, Sipos Zoltán, Stipkovics Ferenc és Rádi Szelman Hamadi.